Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Ragoncs Erita vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Oklevél a Szekszárdi Magyar Királyi Bába Képzőintézetből a hónap műtárgya. Petőfi emléktáblát avattak Gyönkön. Júliusban indulnak az Erzsébet táborok Szekszárdon. Negyedik alkalommal rendeztek Pityóka Fesztivált Nagymányokon. Bibliai történetek a színpadon, rock oratórium az Ó és Új Szövetségből. Június hónap műtárgya nem más, mint egy oklevél a Szekszárdi Magyar Királyi Bába Képzőintézetből. Az évszázadokig tapasztalati úton működő bábák tevékenységét Mária Terézia szabályozta a 18. század második felében, útjára indítva ezzel a bába mesterséget, mint az első hivatalosan is szabályozott női foglalkozás fejlődését. Az ekkor kibontakozó egészségügyi reform törekvések következtében a bábaság fokozatosan egy államilag oktatott, fizetett és ellenőrzött foglalkozássá vált. Özvegy Keserű Andrásné bába oklevele, amelyet 1920-ban szerzett meg, és a Szekszárdi Magyar Királyi Bába Képző Intézetben állítottak ki, június hónap műtárgya. Ugye a bábaságról tudjuk, hogy ez egy évszázadokig egy tapasztalatére alapon működő női foglalkozás volt. Tulajdonképpen a 18. század közepéig tanulatlan, de rendkívül nagy tapasztalattal rendelkező bábák működnek országszerte. Mária Terézia kezdi szabályozni rendeleteivel a bábák tevékenységét, és így indul útjára a bába mesterség fejlődése. A 18. század második felében is akkor jönnek létre olyan egészségügyi reformok, aminek a részét képezi ugye a bába reform is. Tehát Mária Terézia és Másik József rendelkezései révén válik fokozatosan egy államilag oktatott, fizetett és ellenőrzött foglalkozássá a bábaság. Megindul a bábák szervezett oktatásba való bekapcsolása, megkezdődik a bábák szervezett képzése a 18. század második felében, végében. Aztán egy évszázaddal később ez új lendületet a bába kérdés ügye, illetve a bába képzés kiterjesztése. A 19. század végén is országszerte kezdik megszervezni a bába képző intézeteket, és így jön létre Szekszárdon is a Szekszárdi Magyar Királyi Bába Képző Intézet. 1896-ban a Ferenc Közkórház kibővítésében nyílik erre lehetőség. Kezdetben 3 hónapos tanfolyamokat szerveznek, évente 2 turnusban, majd néhány év múlva, századfordulót követően, 1902-től már 5 hónapos képzés keretében lehet okleveles bába képesítést szerezni, és hát ez a képzési forma meg is marad még jó ideig. Tudjuk, hogy ugye ezen a képzésen, tehát ezen az 5 hónapos képzésen szerzi képesítő oklevelét Özvegy Keserű Andrásné, akinek ugye itt látható a bába oklevele. Ugye Özvegy Keserű Andrásné Horváth Julianna néven születik Dunaszentgyörgy településen 1892-ben. Majd férjhez megy, a szintén dunaszentgyörgyi származású Keserű Andráshoz, 1912-ben kötnek házasságot, de tudjuk, hogy férjét igen korán, még az első világháború idején elvesztette, tehát alig 3 év házasságot követően ő özvegyé válik. Minden bizonnyal nem lehetett könnyű az ő élete az ezt követő háborús, illetve nehéz években. Feltehetően ezért is döntött úgy, hogy 1920-ban elvégzi a Szekszárdi Bába Képző Intézet, akkor még 5 hónapos tanfolyamát, ahol okleveles bába képesítést szerzett. Képesítő vizsgáit ez év júniusában, tehát 1920 júniusában tette le, és hát ahogy látjuk, ugye az oklevelét 1920 június 23-án állítják ki. Az aláírói között ugye dr. Tanárki Árpád neve olvasható, ugye igazgató főorvos, dr. Dragics Imre, a vármegyei tiszti főorvos, illetve Nesztor Emil a Vallás és Közoktatási Minisztérium képviseletében. Oklevele megszerzését követően minden bizonnyal visszatér szülőfalujába, Dunaszentgyörgyre, de igazából arról, hogy ezt követő években egész pontosan milyen minőségben látja el a bába tevékenységét, információval nem rendelkezünk. Az minden esetre bizonyos, hogy 1930-ban már hatóságilag alkalmazott községi bábaként dolgozik Dunaszentgyörgy és a környékbeli településeken. Az oklevélen kívül más dokumentumok is rendelkezésünkre állnak, egy bizonyítvány ismétlő bába tanfolyam elvégzéséről 1930-as évekből, ugye ezek ilyen rövidebb időtartamú ismétlő tanfolyamok voltak, illetve érdekes, hogy egy bába napló, tehát egy 30-as, 40-es évekből származó bába naplója is rendelkezésünkre áll. Ugye ebbe a szülészeti esetek feljegyzését tartalmazó kis könyvecske volt. Nem csak a szülők, a gyermek neve található meg benne, hanem a szülés körülményeire vonatkozó pontos információkat is tartalmaz.
Igazából ugye az összes dokumentum közül talán ez a legérdekesebb, hogy az 1920-ban megszerzett bába oklevele. A bába képzésben 1921-ben következett be újabb jelentős változás, az eddig 5 hónapos képzés időtartama 10 hónaposra emelkedett. Az első bővített időtartamú tanfolyam záró vizsgáján 1922. júniusában 19 bába növendék tett sikeres vizsgát a Szekszárdi Tanintézetben. A bába képzés kibővített tananyagában ekkor már a védőnői, anya és csecsemővédelmi alapismeretek is bekerültek, hiszen az akkor kiépülő védőnői hálózat elsősorban még a nagyobb településeken, járási központokban építette ki intézményhálózatát. A bábaság az egy rendkívül komplex és sokrétű tevékenység, ugye nem korlátozódott kifejezetten csak a szülés körüli események lebonyolítására, hanem az azt megelőző, az azt követő időszakokat is felülelte, tehát a terhesség, illetve a gyermekágyas időszakra vonatkozó tanácsokkal, gyakorlati segítséggel is ellátták a szülőasszonyokat, illetve a családot. Bizonyos tekintetben gyógyítással is foglalkoztak, tehát tevékenységük igazából átfogta az emberi életet a születéstől a halálig tartó időszakot. És hát ugye mindenképpen egy bizalmi feladatkörről van szó, tehát ugye a későbbiekben is, ugye amikor a községi szülésznői státuszok megszűnnek, ugye az 50-es évektől már, nyilvánvalóan ugye a hagyományos bábák tevékenysége nem kopik ki ott egyik napról a másikra, hiszen a nők többsége továbbra is ragaszkodik az egykori, a korábbi bábája személyéhez. Éppen ezért, amit mondtam is, hogy ez egy bizalmi feladatkör volt, tehát hogy ők beleláttak az illető családi életébe, ismerték annak működését, szokásait. Éppen ezért ugye nagyon titoktartónak és tapintatosnak is kellett lenni. A Szekszárdi Tanintézet működésének köszönhetően a századfordulót követően folyamatosan emelkedett a megyebeli okleveles bábák száma. Az addig jobbára képzettség nélkül működő úgynevezett parasztbábák, illetve a megyei tiszti orvos által jogosultságot szerzett cédulás bábák tevékenysége a 20. század elején fokozatosan háttérbe szorult. Míg 1886-ban a Tolna vármegyében működő 240 szülésznő közül csupán 71 volt okleveles képesítésű, addig 1928-ra a vármegye területén működő valamennyi 247 bába okleveles képesítéssel rendelkezett. A Szekszárdi Tanintézet megszűnésével nem csak a környékbeli bába képzés, de a tágabb körzet egy fontos és évtizedeken át jelentős szerepet betöltő egészségügyi intézményének története zárult le. Felavatták Gyönkön az evangélikus paplak falán található Petőfi emléktáblát, a projektet a költő egy versében is megörökített látogatása ihlette, ahol egy itt lakó régi ismerősét kereste fel. Június 10-én ünnepélyes keretek között adták át a Petőfi emléktáblát Gyönkön. A projektben lényeges szerepet játszott Marcsa Dávid, helytörténeti kutató is, aki a felavatás előtti műsoron tartott egy részletes összefoglalót arról, hogy Petőfi Sándor anno hogyan is került Gyönkre. Én erről március 15-e körül tartottam előadást Gyönkön és Diósberényben is, erről, hogy Petőfi miért járt Gyönkön, és ott vetettem föl azt, hogy esetleg állíthatnánk ennek egy valódi kézzelfogható emléket. És ott voltak jelen olyan lokálpatrióták, akik beálltak mellém ebben az ügyben. 2022-23-as év az, hogy Petőfi Sándor emlékév a költő 200. születésének évfordulójára, és Petőfi Sándor 1845-ben járt Gyönkön, és ennek még eddig nem állítottak emléket igazán a gyönkiek, és ezért mi ide, ebbe az udvarba, ahol ténylegesen járt Petőfi Sándor, ide helyezünk mi egy emléktáblát, és avatjuk fel. A híres magyar költő összesen pár napot töltött csak el a környéken, Gyönkre pedig egy régi ismerősét jött meglátogatni és elhívni egy halászbárra. Petőfi Sándor egy régi gyermekkori osztálytársával találkozott itt, akit meghívott az Uzdi halászbárra, amit Pesti János rendezett az ő tiszteletére. A tábla, annak ellenére, hogy Petőfi evangélikus volt, nem ebből az okból került a paplakra. Petőfi Sándor evangélikus, viszont akkoriban ez a terület még nem evangélikus egyházi terület volt, hanem egy urasági földesúri birtok, ahol ez a leányzó, ez a volt osztálytársa bérben lakott. A táblát részben Süli János országgyűlési képviselő lepleszte le, és utána elmondta, miért is fontos az ilyen apróbb látogatásoknak is emléket állítani, hiszen az itt született legendákat is életben kell tartani. Mivel a táblán is idézett gyermekkori barátnémhoz című Petőfi verset, a költő több mint valószínű, hogy az akkor itt élő hölgyről írta. Petőfi is milyen
személyiség volt, hogy egy napon belül tudott szerelmes is lenni, és utána pedig megtagadni szerelmet, de ugyanaznap este írni egy szép szerelmes verset a négyük összekér a Samballagot, tehát úgyhogy ezek azok a csodák, ami miatt érdemes itt a emléktáblával is ennek emléket állítani, és ugye a vers is arról szól, pont az idézett vers, ami egy barátnémhoz írt vers, ami utána szélsőséges ilyen következményekkel, vagy hogy mondja. Tehát a szerelem egyik nap föllobbant, ugyanaz nap el is múlt című megörökített vers. A Petőfi emléktáblát az érdeklődők a falu evangélikus temploma mellett található paplak falán tekinthetik meg, a Petőfi utcában. Szórakoztató, tartalmas és nem mellesleg teljesen ingyenes. Szekszárdon júliusban indulnak az Erzsébet táborok. Idén is sokan jelentkeztek az egyhetes napközikbe a Tolna vármegyei székhelyen. Vége az iskolának, elkezdődött a vakáció. A legnagyobb fejtörést ilyenkor az okozza a szülőknek, hogy a gyerekek biztonságosan, tartalmasan és felügyelet mellett tudják eltölteni a nyarat. Szekszárdon erre több lehetőség is van. Többek között a Humán Szolgáltató Központ sikeresen pályázott Erzsébet táborok megszervezésére. A szervezet 4 hetet biztosít helyi és környékbeli összesen 120 fiatalnak. Ugye a Humán Szolgáltató Központ a társulási tanács a fenntartója, és nem csak Szekszárdon, hanem a Szekszárd környéket lévő településeken is, Öcsény, Decs, Szálka, Szedres, Várdomb, ahol mi Pörböly, ahol mi megjelenünk, Báta, és ezekről a településekről is jöhetnek gyermekek ebbe az Erzsébet táborba. Egyébként ami nálunk nagyon fontos, hogy ugye az óvoda, iskola és szociális segítőink, akik az egész szekszárdi járásban dolgoznak, és iskolákkal, ugye óvodákkal, ebben az esetben itt az iskolákkal tartják a kapcsolatot, és az ő segítségükkel már korán megkezdődött az Erzsébet táborra a jelentkezés, hiszen 30 gyereket tudunk fogadni, ugye ez a 4 hét alatt 120 gyereket jelent, és hát igyekeztünk, hogy mindenki, aki jelentkezik, annak sikerüljön bejutni valamelyik táborba. Ahogy előírja maga a pályázat is, hogy hetente egy egész napos kirándulást kell betervezni, itt is mindig igyekszünk, mert hogy maga az egész nyári napközis táborainkban nagy hangsúlyt vettetünk a közösségfejlesztésre, a szabadidő hasznos eltöltésére, a gyerekek erősítsék a kapcsolatukat, találják meg minél jobban a helyüket, és ismerjék meg a környezetüket, tehát igazándiból a kirándulásokat azt itt helyben tervezzük, mint például Szálka, Báta, akkor itt Szekszáron a Kápolna tér, illetve a Mészőtanya, illetve lesz egy kirándulás Óbányára. Ezen kívül a Osinszky Mór Múzeummal vagyunk ilyenkor a napközis táborokban mindig egy szoros kapcsolatban, mert hogy látogatjuk, illetve az ő programjaikon veszünk részt, ugyanez igaz a Mészőtanyával kapcsolatosan. Ugye a kézműves foglalkozások az újrahasznosítási jegyében fognak az idén zajlani. Ezen kívül rengeteg társas és sportjátékkal, csapatépítőkkel is készül a központ. Ezen kívül mozgás, mint a zumba, akkor lesz az UFC pályán edzés, sakkmester részvételével lesz foglalkozás, illetve játék, illetve lesz egy katonasági terepgyakorlat, ami szintén játékos formában és a gyerekek igényeihez, még kedvéhez kapcsolódóan. Az egészséges életmódhoz kapcsolódóan az egészségfejlesztési irodával vagyunk kapcsolatban, úgyhogy ők jönnek minden héten egy-egy programmal, és hát azt mondhatom, hogy ilyen nagyon színes, meg nagyon intenzív program vár a gyerekekre, soha nem szoktak unatkozni, és hát az idén ugye a Babits Mihály Kulturális Központban sikerül ezeket a napközis táborainkat megrendezni, úgyhogy ez meg még hát így emel a színvonalon, vagy a lehetőségeinken.
Július 1-e és augusztus 20-a között az önkormányzat is szervez ingyenes Erzsébet táborokat. Idén is rengetegen jelentkeztek a térítésmentes napközibe. A tartalmas szakmai programok között szerepel a hagyományok ápolása, a sport és egészségmegőrzés, illetve a kézműveskedés és több kirándulás is. Gyakorlatilag kitört a vakáció a gyerekek nagy örömére, és amit a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy július 1-ig az iskolák megoldják, és július 20 vagy augusztus 20-a után is a felügyeletet. A köztelevő időpontban július 1-től augusztus 20-ig, akkor a szervezett táboroztatás fog zajlani, az Erzsébet táborok és azon felül is lehetőség van a gyerekeknek a szervezett felügyeletére, és azt kell megemlíteni, hogy akik az Erzsébet táborba már eleve létszám felettiek lettek idézőjelbe, őnekik is ugyanaz a szakmai program áll rendelkezésre, és tartalmas napokat tudnak eltölteni biztonságos felügyelet mellett. És örülünk annak, hogy a hagyományoknak megfelelően ez az idei évben is összejött. Köszönjük szépen a Babits Mihály Művelődési Háznak a pályázatot, nyert a pályázat, és a másik része a dolognak, hogy az önkormányzat is beszállt ebbe a dologba, úgyhogy akik nem Erzsébet táborosok, őnekik is kedvezményes étkezést fognak biztosítani, és bízunk benne, hogy nagyon sok örömbe, tapasztalatta gazdagodva indulnak neki majd a következő évnek. Idén 4 intézmény, a Babits, a DNS és a Garai, illetve Baka István Általános Iskola ad helyszínt a változatos programoknak. 4. alkalommal rendeztek Pityóka Fesztivált Nagymányokon. Az 5-tagú zsűrinek nem volt egyszerű dolga, ugyanis a rendezvényre 11 csapat regisztrált és készített ízes ételeket. A délután során pedig folklór műsorral szórakoztatták a résztvevőket. A 2015-ben alakult Nagymányoki Székelykör Egyesület idén 4. alkalommal rendezte meg a Pityóka Fesztivált. A találkozók alkalmat teremtenek a Bukovinából származó székelyeknek, hogy kicsit otthon érezzék magukat a nagy családjuk körében. A pityóka, más néven burgonya, az egyik legsokoldalúbb zöldség, melyet napi szinten a legtöbb háztartásban felhasználnak. 16 féle pityókás ételt készítettek a civil szervezetek, egyesületek, családok, illetve baráti társaságok a Nagymányoki Közművelődési Központnál. A pityóka, vagy krumpli, vagy burgonya nagyon sok európai népnek az egyik legfontosabb eledele. Ez a székelyeknél sem volt, és most sincsen másképpen. Számos ételünknek ez az egyik alapanyaga, és azért jó volt látni azt, hogy a főzőversenyen milyen sokan vettek részt, illetve 16 féle ételt készítettek el, úgyhogy a zsűri nagyon nehéz helyzetben van. Ez is egy közösségteremtő erő, hogy most éppen a pityóka, a krumpli köré szerveződött az a, ha mondhatjuk azt, fesztivál, ami a környékben élő bukovinai székelyeket évről évre most már összefogja. 4. alkalommal rendezték meg ezt a fesztivált itt Nagymányokon. Látjuk azt, hogy a több mint 200 ember, közel 250 ember nagyon jól érzi magát, és ez a legfontosabb. A főszervező 5 éve került a Nagymányoki Székelykör Egyesülethez. Ugye a krumplis ételekről szól, és az mindig volt a székelyeknél. Megtermelték, térire eltették, hozzáférhető volt egész évben, és hát olcsó volt. Egyszerű ételeket könnyen, hamar el lehetett készíteni belőlük, és ezért számtalan féle formája van. Édes, sós, főétel, köret, édesség. Ma is láthattuk, hogy 16 féle ételt készítettek, úgyhogy ebből van a hagyományos krumpli paprikástól kezdve, krumpli tokány, krumplis sütemények, tócsni, tehát minden nagyon széles körben látható, hogy miket tudnak elkészíteni.
A bukovinai székelyek szekszárdi egyesülete második alkalommal vett részt a fesztiválon. Idén 4 féle étellel készültek a főzőversenyre. Sokszor krumplin is múlik, hogy milyen nyersanyagot vesz az ember, de nagy örömmel készültünk. Hála Istennek ismételten itt tudunk lenni, és ez nagy dolog, hogy ebbe a korba már, hogy még bírjuk. Teveli székelykör már több alkalommal képviseltette magát a rendezvényen. Ezúttal 20 fővel jelentek meg nagymányokon. Tejfölös pityókalevessel és pityókás fánkkal neveztek a versenyre. Mind a két ételünket megmérettük. Még nem tudjuk, mi az eredmény, de én úgy gondolom, hogy a részvétel a fontos, meg az eddig kóstolt ételek mind megütötték a mércet, mindegyik nagyon finom. Bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke idén először ült a zsűri székben. Gondolom, hogy mindenkinek élményt ad, és minden évben én úgy látom, hogy fajta fejlődésen megy át. Tehát motivál valószínű arra, és ez a, talán az egésznek a lényege, hogy megismerjék, újra érdeklődjenek ez iránt. És hát nem utolsó sorban, ami nagyon fontos, ugye, hogy a közösség együtt van, és hasonló gondolkodásba élményeket megbeszélve. Azt hiszem, hogy egy ilyen kötetlen nap az magáért beszél. A fesztiválon évről évre egyre többen vesznek részt. Idén 260 főre terítettek. A főzőversenyt a kisdorogi székelykör nyerte meg. A főzés mellett a szervezők 9 fellépőből álló kulturális programot állítottak össze. Fellépett Kismányoki aprónépek, Teveli székelykör népdalosai, Hajdina Néptánc és Kulturális Egyesület, Vaskuti Székelyek Egyesülete, Nagymányoki Székelykör Népdalköre, Bakó Levente Mesemondó, Dombovári Székelykör Csiporka gyermektáncsoportja. Később pedig Csiszer Éva vezetésével táncház, ahol a Bohaj zenekar muzsikált. Évről évre szükség van az ilyen rendezvényekre, ahol az ismerős hangok, arcok, képek elrepítik az ide látogatókat Bukovinába. Jónás és Jézus története került egy műbe Dombóváron, ahol egy rokkoratóriumban gyúrták össze az eseményeket, amiből azonban kiderül, hogy mennyi átfedés, párhuzam van az ószövetségi és az újszövetségi történések között. A zenészek szólistákkal és gyermekkórussal kiegészülve állították színpadra az oratóriumot. És Jézus, ez a címe annak a műnek, amit nemrég mutattak be Dombóváron. Első hallásra furcsának tűnik a két név, a két történet együtt. Jónás történet az egy jól ismert ószövetségi történet, és hát Jézus története meg az új szövetségnek a legnagyobb története, és két evangélikus lelkész, Ócsai Zoltán és Minilius Gábor megírták a saját maguk kis darabját, az Ócsai Zoltán írt egy Jónásról szóló oratóriumot, és Minilius Gábor pedig egy új szövetségi passiót, Jézus passióját dolgozta fel, és az két külön történet volt, és egy gitártáborban, ugye kollégák, zenésztársak, barátok voltak, jött az ötlet, hogy mi lenne, hogy ezt a kettőt összegyúrnánk. És ez nagyon érdekes teológiai megközelítés, valóban jól érzékelte, hogy a Jézus történet és a Jónás története hogyan is ér ez a kettő össze, és megdöbbentően sok helyen, sok ponton találkozik ez a két történet, egymással sok az átfedés. És így született meg tulajdonképpen ennek az oratóriumnek ez az alapötlete, hogy a kettő biblia történetet egymásba ötvözi, illetve egymásba szövi, és ezt dolgoztuk fel itt Dombóváron zenésztársakkal, barátokkal, és kértük meg a Dombóvári Evangélikus Általános Iskolának az énekkarát, a kórusát, hogy a kórus részeket énekeljék ebben az oratóriumban. És ez nagyon érdekes műfaj zeneileg is, hiszen egy rock zenekart eresztünk össze egy általános iskolai kórussal, és azért ez nem egy szokványos felállás, és nagyon élveztük a munkát a kollégákkal, a zenésztársakkal, és a gyerekeknek is ez egy óriási élmény, hogy egy rock zenekarral énekelhetnek. Kicsit mondhatnánk, hogy műfajidegen stílusban nem megszokott egy általános iskolai kórustól, hogy rock oratóriumban énekel. Légy a fény, légy köztük harma, légy a sóhó, te légy az áldott, profét a szó. Hirdem, hogy vége a bűnnek, hirdem, hogy elég kormány, semmi pont szavakból álló tenger, ne válja, hogy nyár, hirdalmas rád.
Az oratóriumnak az a lényege, hogy a zenével mondjuk el a történetet, tehát színpadi cselekvés, színpadi akció nincsen, hanem odaállnak a szólisták a mikrofonhoz, és a zenében, dalban, énekben, énekszövegben mondják el a történetet, és a kórus ezt színesíti. De azt kell mondanom, hogy a kórus az szenzációs. Itt igazából a zenésztársakkal azon gondolkodtunk, hogy hogy növünk fel a feladathoz, hogy alá tudjuk tenni azt a zenei alapot, amit ők megérdemelnek, mert szenzációsan szólnak, és hát remélem, hogy igyekeztünk, és hogy jó lett a végeredmény, de ezt majd a nézők eldöntik, hogy hogyan szól. Mi fantasztikusan élveztük az előadásra való készülés hosszú-hosszú hónapjait, és nagyon érdekes volt a gyerekekkel együtt készülni, még együtt dolgozni, meg látni azt, hogy ők ezt mennyire élvezik. És talán ez a legfontosabb, hogy olyasmit csináltunk, amiben öröm van, ami szívből jön, ami nem egy ilyen kényszeretet, hogy akkor ezt meg kell csinálni. Nem kell, ez egy ötlet volt, amit kibontottunk, és itt Dombóváron megvalósítottunk, és nagyon örülünk, hogy ezt most itt színpadra tudtuk állítani Dombóváron. Először úgy gondolták, hogy egyszer mutatják be az oratóriumot, azonban az élet másképp hozta. Akkor az érdeklődés, hála Istennek, hogy rájöttünk, hogy ez így nem lesz elég, úgyhogy az előző percekben beszéltem itt a Dombóváron a Bővődősháznak az igazgatójával, hogy valószínűleg itt újrázás lesz, majd ősszel keresünk időpontot, vagy időpontokat, és többször is elő fogjuk adni. Van egy meghívásunk is, Bonyhádon fogjuk előadni a Pedagógusok Nyári Akadémiáján, az evangélikus oktatásban dolgozó kollégák számára, úgyhogy lesz már egy vendégszereplésünk is, és hát remélem, hogy Dombóváron is, meg az ország a többi helyén is azért megfordul még ezen a produkcióval. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!